2018. május 27-én Tisza püspökében is megrendezték a gyermeknapot. A közösségi házban és az iskola udvarán játékok, kézműves foglalkozások várták a kisebb és nagyobb gyermekeket. A 14 év alattiak labdarúgó tornáján nagyon sokan vettek részt. A délután folyamán ki mit tudon mutathatták meg tehetségeiket a Tisza püspöki kisgyermekek. Aerobik táncház, meglepedés sztárvendég és tini diszkó zárta a napot. A nap folyamán légvár, arcfestés, játékos foglalkozások várták az érdeklődőket. Ebben az évben az önkormányzat összefogva több szervezettel, nemzetiségi önkormányzattal, Tiszapüspöki Érkör Egyesülettel rendezte meg a gyereknapot, és valóban a nap végén vagyunk már. Hát az ilyenkor szokásos kézműveskedéseket, játékos foglalkozásokat, sportversenyeket, ugrálóvárat a gyermekeknek, apró ajándékokat. Ezt mind-mind biztosítottuk. Az a szándékunk, hogy minél több tiszapüspöki családot fölcsábítsunk ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre. Tiszapüspökire az jellemző, hogy a hosszú hétvégeken, ilyen alkalmakon, ünnepeken fogja mindenki a családját, és akkor elmegy olyan helyekre, ahol úgy gondolja, hogy tartalmasabb programokkal várja, és széles körűbb lehetőségekhez juthat hozzá ő is, vagy gyermeke is. Most már évek óta mi azon dolgozunk, hogy ez tiszapüspöki is lehessen. Én úgy gondolom, hogy nagyot léptünk előre ezen a téren, ezen a mai napon is, hiszen először döntöttünk úgy, hogy délután rendezzük meg a gyereknapot, így aki esetleg valahol meg akarta délelőtt folyamán jelenni barátainál, rokonainál a környező városokba megtehette, majd ebéd után, mikor hazajött, még a gyermekét felengedhette ide, vagy fölhozhatta az itteni műsorokra. Egy szolnoki tini sztár vendéget is hívtunk a Balog Kevin személyében. Én úgy gondolom, hogy sikeres volt ez a mai nap. Most itt a végén még egy jó fél óra van hátra a rendezvényből. Tini diszkóval kedveskedünk a itt lévőknek, valamint az ugrálóvárat és a büfét, meg az ajándéktárgyakat kaphatják meg azok, akik valamilyen versenyen részt vettek és megérdemlik a jutalmukat. Tiszapüspökiben nagy népszerűségnek örvend ugye a labdarúgás. Bármit is mutat most a másodosztályú tabella, továbbra is itt a Bozsik program keretében folytatjuk a munkát tovább, és így a gyermekek körében is népszerű ez a sportág, a mai napon is kihasználtuk ezt, és érdekes módon annak ellenére, hogy itt az általános iskola sportudvara nem éppen az árnyékos helyek közé tartozik, négy csapatban mintegy 40 gyerek üszt a labdát, és egy ilyen villám labdarúgó tornán gyermeknap alkalmából itt is hirdethettünk győzteseket, hirdethettünk fair play díjat, valamint díjazhattuk a legjobb kapus, legjobb gólkirály, az ilyenkor szokásos kiemelt játékosokat. Úgyhogy igen, Tiszapüspökiben nincs olyan esemény, ahol ne lenne jelen a labdarúgás. Tiszapüspöki létszámát tekintve igen sok gyerek ér, 18 év alatti, vagy 14 év alatti Tiszapüspökiben. Tiszapüspökire az jellemző, hogy ugye a szabad iskola választás miatt ketté osztik a társaság, mintegy 140 fő jár itt az iskolába, és mintegy közel 100 fő jár el a környező városokba iskolába, míg az óvodába egy közel 90 fővel, 80-90-100 fővel, mikor mennyi a születéseknek az aránya, vannak gyerekek Tiszapüspökiben. És akkor én azt mondom, hogy mintegy 220-200 230 fő az, aki itteni oktatási intézményekben van, tehát itt tanult Tiszapüspökiben, és velük könnyebben tudunk kapcsolatot teremteni, valamint azokra is számítunk, akik más iskolákba járnak, és ilyenkor hétvégeken, ünnepeken, rendezvényeken itt tudnak velünk lenni. Tiszapüspöki azért hátrányos település, nagyon sok olyan családunk van, aki nem adhatja meg neki, nem biztosíthatja azokat a körülményeket, amelyeket esetleg egy idézőjelben gazdagabb településen vagy városi településen adottak a rendszerből adódóan, és ezért én magam is arra törekszem, hogy itt próbáljunk megmozgatni mindent, hogy ők is hozzájuthassanak azokhoz az élményekhez, amelyek a gyermekek számára fontosak. És mi fontosabb egy gyermek számára? Jó idő legyen, guruljon a labda, szóljon a zene, legyen ugrálóvár, és kapjak némi ajándékot, édességet vagy hűsítőt, ami ilyenkor fontos. Anyagi lehetőségeink nem túl jók, de azért erre ügyelünk, hogy a gyereknapon mindig ehhez ingyen juttassanak hozzá az érintettek.